Újabb Ukrajnának szánt katonai segítségről döntött az Egyesült Államok. A csomagban most először lesznek páncélozott járművek és harcjárművek, amelyeket egy esetleges tavaszi offenzíva idején lehet használni. Ukrajna tankok küldését sürgeti. Bahmuti repülőgép szoborra tűzi ki az ukrán zászlót ez a katona. A kelet-ukrajnai város csaknem egy éve van az ukrán és orosz erők közti harcok frontvonalán, ahol mindkét fél jelentős veszteségeket szenvedett. Ez Ukrajna erődje. Minden katona megmutatja itt az erejét és hogy miből faragták. Az országunk minden egyes városáért harcolni fogunk, amíg visszaszerezzük a határainkat, mondta ez az ukrán katona. Az ukrán erők az elmúlt napon területi veszteséget szenvedtek Bahmut közelében. A Donyecki tengelyen az önkéntes támadó egységek felszabadították Kliszcsijivkát a Donyecki Népköztársaságban a légierő és tűzérség támogatásával, mondta az orosz védelmi minisztérium szóvívője, utalva arra, hogy a várost a zsoldosokból álló Wagner csoport tagjai foglalták el. Az Egyesült Államok 2,5 milliárd dolláros csomagot ígért Ukrajnának, 11 másik NATO tagállam pedig légvédelmi rakétarendszert, Brimstone rakétákat és katonai szállító helikoptereket küld az országnak. Az amerikai védelmi miniszter szerint azonban mindez nem elegendő segítség. Russia is regrouping, recruiting and trying to re-equip. Oroszország újra csoportosít, toboroz és megpróbál tovább felfegyverkezni. Most mi nem lassíthatunk, hanem mélyebbre kell ásnunk. Nem enyhíthetünk vagy inoghatunk meg abban az elkötelezettségünkben, hogy segítsünk Ukrajnának megvédeni magát Oroszország birodalom építési agressziójától, jelentette ki Lloyd Austin. Az Ukrajna védelméről szóló Ramsteini egyeztetés résztvevőitől az ukrán államfő tankokat kért. A háború nem enged késlekedést, több százszor köszönetet mondhatok önöknek, és az az igazságos dolog azután, amit tettek értünk, de több száz köszönet nem egyenlő több száz tankkal, mondta Volodymyr Zelenszky. A Kreml szóvivője szerint a tankok megérkezése sem fogja megváltoztatni a háború irányát Ukrajnában, hanem úgy vélte, hogy a nyugati fegyverszállítmányok csak rontanak az ukrán emberek helyzetén.